az atomerőmű esélyvel való együttműködés hatására olyan keretet alakíthatott ki az immáron atomerőmű Bonyhád Ese névre hallgató völgységi NB1-B-s férfi kosárlabda csapat, hogy akár a legjobb négybe jutásban is reménykedhettek az indulásnál. A becsúszott, nem várt vereségek a sokáig rapszódikus szereplés miatt bizony, amikor végre összeálltak a Morgan fiúk, csípkedni kellett magukat, hogy egy huszáros hajrával bekerüljön a bonyhádi csapat az NB1-B gyengébbig zöld csoportjában a felsőázsiai rájátszásba, ami végül is sikerült. Ahhoz, hogy a nyolcadiknál előkelőbb helyen végezzen a bonyhádi csapat, csak nem mindenkire szükség volt áprilisban és májusban. Igazából csak a pápa volt az, aki egy helyjel, ugye mivel ők nyerték a bajnokságot, egy helyjel többet tudtak javítani az alapszakaszbeli teljesítményükön. Én azt gondolom, hogy le a kalappal a fiúk előtt, hogy ebben a helyzetben, ami igazából az egész országban, az egész világon történt, hétről hétre készültek, mérkőzésekre mentünk, több ezer kilométert leutazva, és aztán végén örülhettünk is, mert ez az ötödik hely a történtek fényében tényleg le a kalappal előttük. Kompletten felállva még az alapszakaszban a későbbi elődöntős Újpestet is elkapta a Bonyhád. Nyerni tudtak már az 5-8 helyekért zajló rájátszásban a jó erőkből álló Hódmezővásárhely ellen, és tovább jutottak. Majd jöhetett az év utolsó páros meccse a jó erőkből álló budapesti Pénzügyő ellen, az ötödik helyért meccselhettek a bonyhádi sárgák. De nem ezen múlott, ez a csapat még idegenben is fölé tudott kerekedni a gyorsjátékban erős, remek három pontosok szerzésére képes fővárosiak ellen, akik egyébként már a bonyhádi meccs után elmondták, nagyon kell nekik az ötödik hely. Ilyen szempontból elégedettek lehetünk, viszont a szezont összességében nézve volt még benne potenciál, hiszen ezzel a gárdával, ilyen összeállítással és játékos állománnyal talán a legjobb négybe is lett volna helyünk. Majd jövőre mondhatnánk, ám az a helyzet, hogy fél tucat játékos legalább távozik az ASE, illetve az ASE Bonyhád keretéből a napokban. Több játékost is adunk a 2021-22-es bajnokságban a magyar kosárlabda legmagasabb szintjének, az A csoportnak. Lehet mondani, minden nagy képűség nélkül azt gondolom, hogy jelen pillanatban olyan eredményesek vagyunk, legalább mint egy akadémia, de talán ennyi átcsoportos kosárlabdázót a 2021-22-es szezonra nem tudott akadémia sem kibocsájtani, mint amit jelen pillanatban ez a koncepció tud nyújtani. Mind a három egyesület nem rendelkezik saját olyan bázissal, ami, vagy olyan nagy bázissal, ahonnan kijöhet két-három játékos. Ezért nyilván össze kellett fogni, és szerintem már a mostani ötödik hely is bizonyítja azt, hogy érdemes ezzel tovább foglalkozni és tovább vinni ezt az egészet. Azt, hogy a jövőben mi lesz, az nagy talány mindenki részére, de mindenki azon dolgozik, én ebben biztos vagyok, majd, hogyha a paksi alcsoportos csapatnak is ugye megtörténik az edző kiválasztása, biztos vagyok benne, hogy olyan embert fognak találni, aki erre a szemléletmódra, vagy erre a vonalra rá tud állni, és igazából ezt kell tovább vinni.